A Bábolnai Általános Iskola nevelési programjának fontos részét képezi a diákok környezettudatos életmódra történő irányítása. Ennek érdekében több program is zajlik az intézményben, melyekhez a tanulók szívesen és elhivatottan csatlakoznak. A gyakran játékos keretek közti tanulásra rendkívül fogékony a diákság. Klímavédelemről van itt szó most az általános iskolában. A klímavédelem és a természettel való barátság hogyan függ össze? Hát igazából nagy részben összefügg azzal is, hogy mennyi mindent teszünk a környezetünkért, az állatokért. Ez hozzájárul a klímavédelemhez, segít lassítani a globális felmelegedés folyamatát, és igazából itt vannak felsorolva, minden aprósággal is hozzájárulhatunk a környezetünk védelméhez. Na, például mondjuk néhány példát, amivel ti is itt az iskolában hozzájárultok ehhez. Például légy takarékos a konyhában, csökkentjük a fogyasztásunkat, spórolj a világítással, ne használjunk felesleges villanyt, optimalizáld a szobahőmérsékletet, próbáljuk meg egyensúlyba hozni azt, hogy mennyire figyelünk a környezetünkre, húzd ki a mobiltöltődet, szintén a felesleges áramhasználat, nyomtass feketében, gyűjtsd külön a hulladékot, ugye itt is nagy figyelmet fektetünk a szelektív hulladékgyűjtésnek, szellőztess okosan, csökkentsd a papírfogyasztást, ugye az erdő kivágása érdekében. Itt az iskolában mindezt igyekeztek betartatni, hogyha az iskolatársaid nem figyelnek rá, akkor szóltok nekik? Igen, ugye ezért vannak az energiajárőrök, akik szünetekben figyelnek az osztályban való szemétfogyasztásra, a mosdóban a villanyokra, az iskolában a villanyokra, hogy ugye a Bábolnai Általános Iskola egy ökoiskola, amiben figyelünk a környezetre és a környezetünk védelmére. Itt a nagy szünetben volt egy akció, különböző kártyákat, papírlapokat osztottatok itt a gyerekeknek, az iskolatársaknak. Mik is ezek? Mitől lett valaki klímavédő? Igen, hát igazából ezeket a természetbarát szakkörösök készítették. Minden gyerek kaphatott egy kártyát, például klímavédő lettél. Sokan segíthetnek azzal is, hogy a helybeliek gyalog jönnek, vagy esetleg biciklivel, ugyanis az elektromos... Ugye vannak már elektromos autók, viszont ahhoz is kell áramhasználat, vagy esetleg jöjjenek busszal, mivel ugye több ember tud egy energiafogyasztással jönni. Ma is tettél a környezetedért, a húsmentességre is figyelünk, az is nagyban hozzájárul a környezetünk védelméhez. És ez látszik az iskolatársaidon? Látszik, hogy sokan járnak biciklivel, vagy adott esetben gyalog? Igen, ugye a helyiek látjuk, hogy próbálnak figyelni, és ezért vannak ugye a plakátok, hogy hirdetjük, segítünk nekik, hogy kicsit megtalálják ezt a pozitív utat az energiatakarékossághoz. Gyere bicóval iskolába!